Sziasztok, én Pető vagyok, és üdvözlök itt mindenkit újra a Star Wars Battlefront 2-ben. Ez itt a Halloween-i update. Az Evoke Hunt játékmódot gondolták egy kicsit újra, én igazából nem is tudtam, hogy ez így benne van a játékban. Új co-op mód érkezett, ahogy megígérték, most már jöttek védekező állású co-op együttműködés kalandok is, illetve érkezett egy kihívás. 10 ellenfelet kell legyőzni az Evoke Hunton belül, és akkor megszerezzük a Yavin Ceremony nevű kinézetet. Ez a kinézet ugyanúgy Luke Skywalker-é, mint a legutóbbi Farmboy, ez a Yavin Ceremony. Ez itt az epizód 4-nek a végén volt, amikor a ceremóniánál megkapják az érmét, akkor ebben a ruházatban érkezett meg Luke Skywalker, és ezt fel lehet oldani. Kitüntetést kapott még Han Solo is, úgyhogy neki is érkezik egy kinézet. Neki már 7 kinézete van, úgyhogy nem tudom, mire felkapott még egyet, de megkapta ugyanúgy a Yavin Ceremonyt, viszont ezt nem lehet küldetéssel vagy kihívással feloldani, hanem 40 000 kreditbe, vagy pedig 1000 kristályba kerül. A játék menünén most már így van felosztva, single player, multiplayer és a co-op. Itt a co-op van külön, hogy a fényes oldal vagy a sötét oldal, szóval ezt így már ki lehet választani. Mi viszont akkor a multiplayerbe érkezünk, ahol az Evoke Huntot válasszuk ki, és itt megyünk egy meccset, reméljük minél több killt szerzünk, és akkor meg lesz az új kinézet. Oké, itt vagyunk, tehát mi ez a sötétség? Aha, túl kell élni addig, amíg jön a menekülő hajó. Mi itt vagyunk hárman? Csak hárman vagyunk? Nem, 17-en. Jó, ott van felül, hogy hányan vagyunk, és akkor az evokok jönnek ellenni. Wow, de hát ez sötétebb, mint ahogy láttam, mert ez elvileg egy olyan infected-es játékmód, amit a Call of Duty-ban már megismertem. Tehát van egy fertőzött, vagyis egy ivok, akik el akarnak kapni minket, és akkor mi is ivokokként fogunk újra éledni. Ilyesmi volt az infected játékmódban a Call of Duty-ban, hogy ott valaki megfertőződik és csak egy késsel jöhet, és akkor le kell győzni az összes többit, de itt most... Hát de hogy sebez? Mi ez? Na jó, az a lényeg, hogy már ivokoként itt vagyunk. Nézzük, milyen képesség van itt, az mondja a Q, E és az F. Ja, biztos ez a Q képesség győzött le engem, ledobhat egy ilyen csomagot, és akkor ott támadnak azok a kis tündérekék. Az E képesség a vadász ösztönt, kapcsoljuk be, jobban látunk, aztán az F képességgel pedig a kürtöt aktiváljuk. Ott kevésbé fognak sebezni, hogyha aktiváljuk ezt. Oké, sebeztünk valamennyit. Gyerünk! Asszisztoltunk egyet, és most van itt valaki? Á, pont nincsen itt most senki. Ó, dehogy nem, ott van. Figyelj, ráugrok. Hoppla! Kapd el! Gyerj le! Kapd el! Hát az, na, ez király volt. Legyőztük, pedig ott volt a fákja mellett, hogy nem vette észre. Nagyon vad vagyok. Azaz, fújjad neki! Én is megyek, és akkor támadok. Ó, ott gyűltek össze! Ott vannak sokan, sárga. Na várj, oda dobok egyet. Hát ha ez jó lesz, dobd le, op! Az megsebezte őket? Aha, sebzés megy. Leugrottak, á, meg kell bolygatni. Ezt meghallották, ezt a fújást? Oho. Ja, nem! Eltalált egy kicsit, jaj, jön a másik is. Á, el le fog győzni. Vagy hát, ha nem. Ott van, gyerünk! Még a lábnyomát is látjuk, az igen. Na legyünk, kapjuk el. Jó, szép volt, még hárman vannak, itt van valaki. Menekül, neki annyi. Hol van még? Ő világít, ide fenn. Na kapjuk el. Gyerünk. Enyém a kill, igaz? Csak assziszt, na nem baj. Egy valaki maradt. Vagy nem, már egy is legyőztük. Hát ez ilyen ez a játék, de hát ez király volt. A győzelmi dallamunk.